Köszöntöm Önöket, ez a Campus, a Debreceni Egyetem havonta jelentkező magazin műsora. Már is mondjuk az elmúlt hónap legfontosabb híreit. Doktori habilitált doktori címeket, illetve intézményi kitüntetéseket is átadtak a Debreceni Egyetem őszi doktoravató ünnepségén. Az intézmény díszdoktorainak sorába emelte Walter Erhardtot, a németországi Bielefeldi Egyetem professzorát. A tudományos etika tiszteletben tartásával, szolgálom a tudományos haladást, az egyetemes emberi kultúrát, és a nemzeti értékek megőrzését. Eskütételüket követően ünnepélyes keretek között kapták meg doktori címüket a Debreceni Egyetem hallgatói. A 2024-es őszi doktoravatón 132 hallgató részesülhetett PhD fokozatban, közülük 180 summa cum laude minősítéssel. Gál Zsuzsa hosszú és rögös útként tekint a doktori képzésére, de úgy gondolja, kamatoztatni tudja majd megszerzett tudását. A terveim nagyon szerteágazóak, jelenleg is oktatok, részt veszek az egyetemi oktatásban, ezzel mindenféleképpen szeretnék a későbbiekben is foglalkozni, illetve nem titkolt célom, hogy a szervezet fejlesztéssel is egy kicsit mélyebben foglalkozzak, mivel a kutatási eredményeim alapvetően nagyon fontos összefüggésekre hívták fel a figyelmet, amivel úgy gondolom, hogy a vezetőknek fontos foglalkozniuk a jövőben. Csernok László az egyetem tudományos rektorhelyettese köszöntőjében kiemelte, nagy felelősség hárul azokra a fiatalokra, akik kutatói pályára lépnek, hiszen ők hozzák létre azokat a fejlesztéseket, melyet a társadalom a hétköznapokban alkalmazni tud. A doktorképzés mindig az egyetemi képzés szintjeinek a legmagasabb formája. Itt érnek be azok a fiatal tudósok, akik áldozatos munkával eljutottak oda, hogy azt mondhatjuk, hogy önálló tudományos kutatásra alkalmasak. És a nemzet, egy ország, az egész föld szempontjából nagyon fontos, hogy kiművelt fők a tudomány legújabb eredményeivel felvértezve tudjanak a minden kori globális problémák irányában új megoldásokkal előállni. A rendezvényen habilitált doktori címet osztottak ki az egyetem 21 olyan tanárának, akik elismerésre méltó szinten végzik oktatói feladataikat. Átadtak továbbá intézményi kitüntetéseket, köztük a dr. Tankó Béla emlékdíjat. Ezt idén megosztva kapta Nagy Endre, a Debreceni Egyetem klinikai központ professzora, és Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke, aki azt hangsúlyozta, hogy tudományos és vallási szinten is kötődik ehhez az elismeréshez. A Tankó családból volt teológiai tanár is, és volt orvostudományi professzor is, úgyhogy ez egy nagyszerű dolog. Abból a szempontból is, hogy az egyetemi szálak összekötnek bennünket, a református kollégiumot, hittudományi egyetemet és a Debreceni Egyetemet, mert az kollégiumból indult ki az állami egyetemi korszak, de annak része volt még akkor a teológiai kar is, hittudományi kar néven. Én azt gondolom, hogy ezek a kötődések, ezek a mai napig nemhogy megszűntek volna, hanem erősödnek közös képzésekben, sokféle olyan közös projektben, amiben a tudományos munka és a kutatás is összefolyik, és vannak áthallgatóink kölcsönösen az egyetemről a hittudományi egyetemre, és a hittudományi egyetemről ide az egyetemre. Az ünnepségen a Debreceni Egyetem átadta legmagasabb kitüntetését, a díszdoktori címet is. Ezt Walter Erhardt, a Bielefeldi Egyetem professzora vehette át a német irodalomtörténet és az irodalomelmélet területén elért kiemelkedő eredményeiért. 20 éves a Debreceni Egyetem informatikai kara. Ebből az alkalomból jubileumi ünnepséget tartottak, amin közösen emlékezett az elmúlt időszakra az intézmény vezetése, az egykori alapítótagokkal és jelenlegi oktatókkal, diákokkal. A rendezvényen az informatika folytonos fejlődését szimbolizálva egy időkapszulát is elhelyeztek, valamint egy oktatótermet is átadtak. 1972-ben 20 hallgatóval indult a programozó matematikus képzés a Debreceni Egyetemen. Az önálló informatikai intézet az ezredforduló után 2003. áprilisában jött létre, kiválva a természettudományi karból. Egy évvel később pedig megalakult az informatikai kar, aminek ma már több mint 2800 hallgatója van. A legfontosabb, azt gondolom, hogy az informatika fejlődése volt. Ugye ekkorra már ez a tudományterület, attól függ, hogy honnantól számoljuk, de 50-70 éves múlttal rendelkezett.
a Debreceni Egyetemen is, pontosabban a Kossuth Lajos Tudományegyetemen is komoly 60-as években már megindult az informatika kutatása és oktatása, és ez folyamatosan fejlődött az ezredfordulóig. Jelenleg több mint 10 alap, mester, osztatlan és szakirányú továbbképzés közül választhatnak azok, akik úgy döntenek, itt folytatják tanulmányaikat. Az egyetem és a kari vezetés célja, hogy folyamatosan bővüljön a képzési portfólió, igazodva a piaci igényekhez. Az informatikának egy nagyon nagy szerencséje, nem ismer határokat, nincs szükség laboratóriumokra minden áron, persze sok eset van, amikor igen, de ezt a fajta hallgatói létszámot tudjuk növelni. Ehhez persze az kell, hogy versenyképes oktatással, kutatással rendelkezzünk, tehát ez nagyon fontos a folyamatos fejlesztése mind a tananyagainknak, mind pedig hát a saját szakmai képességeinknek. A tapasztalatok alapján az informatikai karon végzett hallgatók a diplomaszerzés után 3 hónapon belül el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon. Sokan már tanulmányaik alatt elkezdenek dolgozni, köszönhetően a kar kiterjedt partneri kapcsolatainak. Az ünnepségen elhangzott, hogy ma már szinte nincs olyan tudományterület, melyet ne formált volna át az informatika. Amiben az informatikai kar rettenetesen jó, az a multidisziplináris egyetemben a saját pozíciójának a megtalálása és a többi egységgel való együttműködése. Az informatika az egyik olyan terület, ahol a karok közötti határokat át tudtuk törni. Az ünnepségen az informatika folytonos fejlődését szimbolizálva egy időkapszulát is elhelyeztek a parkban. Beletettünk egy pólót a golyatáborból, egy gólyapólót, ugye ez saját grafikával készül, egy hallgató önkormányzatos társunk csinálja ezt a grafikát. Mi szerintünk ez egy érték, egy golyatáboros póló, mert egy emlék, minden tábornak megvan az emléke ilyen szinten. Valamint beletettünk a mai apró pénzvalutát, 5, 10, 20, 50, 100 és 200 forintot. Nem tudjuk, hogy akkor 50 év múlva már milyen fizetési eszköz fognak használni, lesz-e még készpénz. A jubileum alkalmából felavatták a kari épületben az intézmény egykori professzoráról, Arató Mátyásról elnevezett oktatótermet is. Óriási érdeklődés mellett 10. alkalommal rendezték meg a gépészeti szakmai napokat a Debreceni Egyetem műszaki karán. A kutatási tapasztalatoktól az állás lehetőségekig számos program várta a hallgatókat a műszaki kar 3 napos rendezvényén. A gépészeti szakmai napok keretein belül egy nemzetközi konferenciát is tartottak, 16 ország résztvevőivel az aktuális mérnöki kutatások eredményeiről. Az esemény másik jelentős programja a 10. gépészeti szakkiállítás és állásbörze volt, ahol 34 nagyvállalat mutatkozott be, köztük a tanszék partnerei is. A kiállító cégek minden évben számos gyakornoki és állás lehetőséget kínálnak a hallgatóknak. Nincs annyi hallgató, amennyi hely van a vállalatoknál, úgyhogy aki kellően nyitott és élelmes, ők mind megtalálják a számításukat az itt megjelenő vállalatoknál, de azt is örömmel látom, hogy itt a kiállítók között nálunk frissen végzett hallgatók vannak a pultokban. A világ legjobb 100 egyetemével dolgozhatnak együtt a magyar kutatók a Horizon program támogatásával. Ezt mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter Debrecenben. Hankó Balázs az Egyetemi Vagyonkezelő Alapítványok kuratóriumi elnökeinek találkozóján vett részt. Közben az egyetemre látogatott az Európa Tanács Monitoring Bizottsága is, akik átfogó tájékoztatást kaptak a modellváltó intézmény működéséről. Debrecenben a II. Világháborúig mindig volt világi felügyelete az egyetemnek, a presbiterek munkája ugyanaz volt, mint most a kuratóriumi, vagyis felügyelték az intézmény gazdálkodást és működését, mondta az Egyetemi Vagyonkezelő Alapítványok kuratóriumi elnökeinek találkozóján Kossa György. A tudomány művelőinek, a tudósoknak, oktatóknak pedig arra kell fókuszálniuk, ugye, amit tesznek, azaz, hogy a tudomány erősödjön, és a kibocsátott oklevelek értéke meg emelkedjen. A modellváltó egyetemeket a kormány és az Európai Bizottság közötti politikai vita miatt kizárták a tudományos együttműködés támogató Horizon programból. Ezért indult el a Horizon program. Erről már Hankó Balázs beszélt. A miniszter úgy fogalmazott, a kezdeményezés sikeres. A beérkezett 112 pályázat közül 12 milliárd forintból 30 megvalósítását támogatják. Olyan 30 pályázat, amiben
top 100-as egyetemekkel, tehát a világ legjobb 100 egyetemével lesznek magyar egyetemi együttműködések. Akár azt is mondhatnám, azzal a leaddel indítottunk, hogy bizonyítékunk van arra, hogy Brüsszellel szemben a világ és az Európai Unió tudományos közössége számít a magyar kutatókra. A Debreceni Egyetem zöld átállást segítő programja nyert támogatást. Az intézmény a Szöuli Nemzeti Egyetemmel és a Floridai Egyetemmel a vezető nélküli járműfejlesztés területén dolgozik majd együtt. Debrecenbe látogatott az Európa Tanács Monitoring Bizottsága is ebben a hónapban. A rapportőrök átfogó tájékoztatást kaptak a modellváltó intézmény működéséről és az alapítvány kuratóriumáról is, valamint a tárgyalások során a kuratórium képviselői az elmúlt évek eredményeit is bemutatták. Kossa György azt kérte a bizottságtól, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy a magyar felsőoktatás és azon belül a Debreceni Egyetem vonatkozásában záruljon le a kialakult, mindenki számára méltatlan helyzet. Abba bízom, és valamennyi kurátortársunk is, hogy a felsőoktatás terén a politika egyre inkább el fog távolodni, és a különböző kollaborációk akadályozását nem használja föl politikai eszköznek, hiszen az emberiség elleni bűn, egyetemes bűn, hiszen a kollaborációk azért vannak, hogy az emberiség életminőségét javítsa. Én azt gondolom, hogy mindannyian azért dolgozunk, hogy a fiatalok boldoguljanak, és a hazánkban, illetve a nemzetközi közösségben élő embereknek az életminősége javuljon. George Papandreou görög képviselő hasznosnak ítélte a találkozást. Azt hangsúlyozta, bízik benne, hogy találnak kölcsönösen elfogadható megoldást arra, hogy megvédjék az akadémiai szabadságot és a nemzetközi együttműködéshez való hozzáférést az elszámoltathatóság biztosítása mellett. Hogyan lehet egy tudományos kutatásból sikeres vállalkozás? Egyebek mellett erre a kérdésre is keresték a választ Európa meghatározó egészségügyi innovátorai azon a konferencián és a hozzá kapcsolódó versenyen, amelyet uniós partnereivel közösen szervezett a Debreceni Egyetem. Az intézmény vezérutcai innovációs központjában rendezett kétnapos program lehetőséget nyújtott a több mint 150 résztvevő számára a legújabb egészségügyi technológiai trendek megismerésére. Az angol nyelvű rendezvény arra is jó alkalmat adott, hogy a Debreceni Egyetem és a régió minél inkább kapcsolódjon az európai egészségügyi innováció élvonalához. Ebből az alkalomból hallgatói csapatok is megmérkőztek egymással. A fiatalok 24 órán át dolgozhattak innovatív egészségügyi technológiához kapcsolódó ötleteiken, amit másnap prezentációkon mutattak be. 3-6 fős csapatok neveztek az egészséges élethez kapcsolódó témákban. 3 nagy témakört hirdettünk meg, és kíváncsian várjuk, hogy milyen ötletekkel fognak előállni, és melyik az, amelyik ezek közül érdemes tovább gondolásra is. A világméretű problémát jelentő antibiotikum rezisztencia visszaszorításának lehetőségeiről is szó volt a Nemzetközi Antibiotikum Hét részeként megszervezett szakmai konferencián. Az Egészségtudományi Kar egy egészségintézetének rendezvényén Müller Cecília országos tisztifőorvos is előadást tartott a Debreceni Egyetemen. Az antibiotikum az orvostudomány egyik legjelentősebb vívmánya, de körültekintően kell alkalmazni, hogy megakadályozzák olyan mutációk kialakulását, amelyekre nem hatnak ezek a szerek. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vezetője Müller Cecília országos tisztifőorvos az intézmény ezzel kapcsolatos tevékenységét és a védekezési megoldásokhoz kapcsolódó adatbázisokat is ismertette az antibiotikum napon. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, mondhatnám, a közegészségügynek a fellegvára, nyilvánvalóan egy adatalapú, megfigyeléseken alapuló és adatszolgáltatással, genomikai, genetikai vizsgálatokkal igyekszik nyomon követni ennek a terjedését, és a felhasználás fölött egyfajta kontrollt gyakorolni. A Debreceni Egyetem nagy hangsúlyt fektet az antibakteriális és antivirális védekezésre, mondta Szilvási Zoltán rektor hozzátéve, olyan bakteriofág víruskészítményeket is fejlesztenek, amelyek új megoldást jelentenek a rezisztens kórokozók elleni küzdelemben, első lépésként az állatgyógyászatban, de később akár egy éven belül a humán gyógyászatban is.
Egyes baktériumokkal szemben az Európai Unió centralizált eljárásával van már alapanyaggyártási engedélyünk. Ki is próbáltuk Baromfi telepen, Salmonella infantis ellen bevetettünk baktériofág készítményeket óriási sikerrel. Az antibiotikum rezisztencia visszaszorításának megoldási lehetőségei mellett az antibiotikumok emberi mikrobiomra gyakorolt hatásait is áttekintették az egyetemi rendezvényen. Három jubileumot ünnepelt egyszerre a magyar gyermekorvoslás Debrecenben. 100 évvel ezelőtt alakult a Magyar Gyermekorvosok Társasága, valamint ugyanennyi ideje működik a debreceni és a pécsi gyermekklinika is. Az évfordulók alkalmából háromnapos konferenciát tartottak a Kölcsei Központban. Átlagosan 1300 altatásos műtétet végeznek évente a debreceni klinika gyermeksebészeti osztályán. Észak-Kelet Magyarország legnagyobb gyermekellátó egészségügyi intézményében csak nem 500-an fáradoznak a betegek gyógyításán. A klinika 1924-ben nyitotta meg kapuit Szontag Félix vezetésével. Ezt a történetet idézte fel Szabó Tamás, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika jelenlegi igazgatója. A 30-as évektől már Bókai Zoltán, majd más intézetvezető professzorok mellett továbbfejlődött a klinika, és egyértelműen az ország egyik meghatározó betegellátó intézményévé vált. És hát ez a töretlen fejlődés azóta is zajlik. Ma Magyarországon a második, harmadik legnagyobb gyermekellátó központ az a Debreceni Gyermekgyógyászati Klinika. A debreceni mellett a pécsi gyermekklinika is 100 éves lett idén, sőt jubilált a Debrecenben tartott konferencián a Magyar Gyermekorvosok Társasága is. Fennállásuk 100. évfordulója alkalmából rendezett tanácskozás megnyitóján Kossa György, a Debreceni Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke úgy fogalmazott: a gyermekek a jövő generációja, ezért nem kérdés, hogy megfelelő gondoskodásra van szükségük. Ehhez pedig elengedhetetlen a párbeszéd. A szülőknek is a legféltettebb kincse a gyermek, és én azt gondolom, hogy minden olyan alkalmat támogatni kell, mint ez is, ahol azok az emberek ismeretanyagot tudnak cserélni egymással, akik a gyermekeinknek a gyógyításába részt vesznek. A gyermekgyógyászat jelentős eredményeket ért el az elmúlt 100 év alatt. Nagy Anikó, a Magyar Gyermekorvosok Társaságának elnöke szerint nagy szükség volt arra, hogy kialakuljon és fejlődjön ez a terület a gyermekek védelméért. 1000 gyerekből 300 meghalt, nem voltak antibiotikumok, védőoltások, nagyon sok ismeret hiányzott még akkor a gyógyításhoz, és az elmúlt 100 év alatt akkor átfejlődött az orvostudománynak ez az ága is, hogy gyakorlatilag az 1000 gyerekből ma már 3 hal meg, és nekünk még az is sok. Rétvári Bence miniszterhelyettes a fejlesztések jelentőségét hangsúlyozta a konferencián tartott beszédében. Kiemelte, a gyermekek gyógyítása során már robotokat is alkalmaznak, ami segíthet a gyorsabb felépülésben. Ezek egy játékra hasonlítanak, ahol el kell érni bizonyos célokat, ami még inkább motiváltá teszi a gyerekeket. Ahhoz, hogy folytatódhassanak ezek a fejlesztések, fontosak a többletforrások. A jövő évi költségvetés 330 milliárd forintos többlettel számol az egészségügyi kasszában. A háromnapos konferencia lehetőséget adott a szakembereknek arra, hogy megosszák egymással a legfrissebb tapasztalatokat és kutatási eredményeket a gyermekgyógyászat területén. A zöld pénzügyek néven is ismert keretrendszerhez kapcsolódó legfrissebb tapasztalatokról számoltak be a térség első ESG konferenciáján, a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi karán. Még ismeretlen terület a magyar gazdaságban az úgynevezett ESG, ami fenntarthatóságra, társadalmi felelősségvállalásra és etikus vállalati vezetésre ösztönzi a cégeket. Mivel ez egy új követelményként jelenik meg a vállalkozásokkal szemben, a gazdaságtudományi kar ezzel kapcsolatos kutatásokat végzett és workshopokat is rendezett. A térség első ESG konferenciáját a Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének vármegyei szervezeteivel együtt hozták létre. Fenyves Veronika, a gazdaságtudományi kar dékánja szerint az ehhez hasonló rendezvényeken tudást és tapasztalatot lehet szerezni a témában, hiszen ez egy közös tanulási folyamat a gazdasági életben résztvevőknek. Megtudhatják, hogy melyek ezek a további fórumok, lehetőséget, ahol elmélyíthetik ezeket az ismereteket. Például a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi kara 2024. decemberében fogja indítani az ESG tanácsadó részismereti képzését, amely egy nélkülözhetetlen képzés lesz ahhoz, hogy valaki ESG tanácsadóvá váljon. Teltházas volt a Debreceni Egyetem idei nyílt napja.
A Dexpón a felsőoktatási intézmény teljes képzési kínálatát megismerhették a továbbtanulásra készülő végzős középiskolások a kétnapos beiskolázási rendezvényen, és az egyetemi diákéretbe is betekinthettek. A nagyszabású rendezvénnyel egy időben természettudományos és mérnöki fesztivált is tartottak az egyetemen. Az Itt kutathatsz programon egyszerű, de látványos kísérletekkel népszerűsítették a természettudományi és technológiai kart. 14 képzési terület, 75 alapképzési szak, több mint 100 mesterszak, duális és egyéb képzések, doktoriskolák, 200 tudományos műhely. Idén is hatalmas volt a választék és az érdeklődés a Dexpón. A Debreceni Egyetem a teljes képzési kínálatát, a sokrétű tehetséggondozást és az egyetemi szolgáltatás palettát is bemutatta a kétnapos rendezvényre ellátogató több ezer fiatalnak. Az egyetem összes kara megjelenik itt, az külön autóbuszokkal szállítjuk a diákokat azokra a karokra, amelyek nem a fő központi épület közelében vannak. Tehát itt a hallgatók számára, vagy leendő hallgatók számára óriási lehetőség az egyetemmel való ismerkedésre. Felmérések szerint a felvételizők körében az egyik fő vonzerő a minőségi oktatás, de fontos szempont a gazdag képzési kínálat is, valamint a korszerű körülmények. Mindhárom fő egyetemi választási szempontból kiemelkedő adottságokkal rendelkezik a Debreceni Egyetem. Aspergillus nevezetű gomba található, és sok mindenki ismeri, csak a hétköznapi nevén Fekete Penész. Ami egy lakásban bosszúság, a laboratóriumban értékes anyag. Az Itt kutathatsz fesztiválon kiderült, hogy a fekete penészből citromsavat állítanak elő a szakemberek. A Debreceni Egyetem hallgatóival és oktatóival elefántfokrémet vagy cukorka szivárványt készíthettek a középiskolások. Mindig is érdekesnek tartottam a természetet, mik a titkai, hogy a varázsa, hogyan működnek a dolgok benne, mindig is érdekelt, igen. A Debreceni Egyetem természettudományi és technológiai kara 11 éve rendezi meg az interaktív fesztivált. Olyan laboratóriumi eszközökkel készülnek, amelyekkel egyszerű, de látványos kísérleteket lehet elvégezni. Ezzel próbálják a természettudományok és a műszaki tudományok irányába terelni a középiskolások figyelmét. A mérnökszakjaink nagyon ígyszerűek a felvételizők körében. A természettudományoknál egy picit talán csökkent a jelentkezők száma az elmúlt években, most viszont már emelkedést tapasztalunk. A mi célunk az, hogy meggyőzzük a felvételi előtt állókat arról, hogy nem csak mérnökként lehet érdekes, jó fizetett munkákat kapni, hanem nagyon sok olyan feladatkör van cégeknél, ami mélyebb természettudományos ismereteket, tudást igényel, amire a mi természettudományos szakjaink felkészítenek. Az Itt kutathatsz fesztiválon nem csak kísérleteken vehettek részt az érdeklődők, de előadásokat is meghallgathattak a kar működéséről és a duális képzési lehetőségekről. Önök a Campus magazint látták. Új adással legközelebb egy hónap múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!